Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Szent Háromság ünnepén hadd induljak egy picit messziről, de aztán sárkány léptekkel megérkezünk a célomhoz. Napokban hallgattam egy kiváló előadást dr. Vellai Tibor, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem genetika tanszékének a vezetője beszélt először nagy vonalakban arról, hogy mi is a genetika, utána pedig az öregedés folyamatáról, illetve nagyon sok kis apró érdekességről, amik ennek a tudománynak a területére tartoznak. És hát a fő célja az volt az előadásának, jövőben mutató tudomány címmel, hogy bemutassa azt, hogy hol tart jelenleg az öregedés gátlásnak a genetikai kutatása. És miközben hallgattam ezt az előadást, magával ragadott az a magabiztossága, az a tudása, olykor ez a humora, amivel bemutatta a mondandóját. És rengeteg gondolatot ébresztett bennem, de most csak úgy a hangulatát szeretném átadni annak, hogy úgy éreztem magam, talán ahhoz hasonlíthatnám, mint amikor valaki belép egy templomba, és azt látja, hogy olyan tisztaság van, olyan rend van, minden a helyén van, átlátható, világos az egész, és egy hatalmas nagy rendszer, amiben mindennel összefüggés nem esik szét, hanem egy olyan nagy, hatalmas biztonságérzetet sugall az egész építmény. És valahogy egy picit úgy mag is irigyeltem ezt a tudását, meg ezt a lendületét, ugyanakkor egyszerűségét is, és közérthetőségét is, ahogyan erről a nagyon bonyolult dologról beszélt, a genetikáról. És valahogy úgy ott volt bennem az a kérdés, hogy vajon én, mint ige hirdető, mint pap, átlátom-e valamilyen arányban, összehasonlítva az ő tudását, az ő kutatási területével. Szóval, hogy én legalábbis összehasonlítható módon valamennyire úgy partiba vagyok-e az ő magabiztosságával, hogy ő beszél egy nagyon konkrét dologról, ami minden ember életére egészen konkrét hatással van. Hadd mondjak egy példát az előadásából, azt mondta, hogy 200 évvel ezelőtt 45-50 év volt az átlag életkor, most pedig a nyugati világban 85 év a várható életkor.
És arról beszél, hogy ez tovább fog kitolódni, mert nagyon gyorsan halad sok tudomány területnek az összehangolt munkája ez ügyben. És hogy föltehetjük azt a kérdést, hogy vajon mi mennyire vagyunk így igényesek és biztosak a hitről, az Istenről, mint Szent Háromságról való tudásunk terén. Nyilván itt föltehetjük azt a kérdést, hogy most tudomány és a hit az most ellentéte egymásnak, vagy nem. Most inkább beszéljünk valami megnyugtató lelki dolgokról, meséljünk szép történeteket, hogy valaki hogy mászott ki a gödörből. De kicsit lehet, hogy úgy elveszítjük azt a biztos talajt, hogy Istennek van köze a mi világunkhoz, és nem csak ilyen édeskés vigasztalást akar nekünk adni, hogy jól van, ti keresztények, nem baj, hogyha engem nem ismertek olyan komolyan, elég, ha csak úgy nyugodtan elmondjátok azt, hogy üdvözlégy Mária, nem baj, hogyha közben annyira nem figyeltök, és az üdvözlégy Máriát a mi atyánkkal fejezitek be. Tapasztaltuk-e már esetleg imádság közben azt az aranyos kis tévesztést? Én már tapasztaltam magamon, hogy elkezdtem az üdvözlégy Máriát, és ugye a imádkozzál érettünk most és halálunk óráján, akkor hogy átváltottam a mi atyánkba, vagy éppen a dicsőségbe, és akkor észrevettem magam, hogy most hol vagyok. Volt már ilyen velünk, nyugodtan szabad bólogatni, hogy így a szavaink így az imák között váltogattak, és akkor így elmosolyodtunk, hogy jaj, vagy éppen nem elmosolyodtunk, hanem úgy elszörnyűködtünk, hogy hát vajon mi ez, amit most éppen művelünk. Hadd adjak egy nagyon egyszerű kulcsot, egy hihetetlen nagy arányú fejlődés eléréséhez. Ahogyan ez a drága jó professzor a maga tudományában is próbált mégiscsak egyszerűen beszélni és felkelteni az érdeklődést. Mit hallottunk az evangélium előtt az Alleluja versben fölénekülve? Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra. Mai nap egyik szentje, tiszteletre méltó Szent Béda életrajzából olvastam azt, hogy úgy halt meg, hogy az utolsó mondata az volt, hogy azt mondta, hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. És amikor kimondta azt, hogy a Szentléleknek, abban a pillanatban meghalt. Talán ez a legegyszerűbb imádságunk, vagy lehet, hogy ettől egyszerűbb, mondjuk maga az Amen szó, amikor kimondom azt, hogy Amen, hogy úgy legyen az Istennek, kimondom, az ima végén maga ez is az ima része, ez is az ima, akkor azt mondom, hogy Amen. Tehát lehet, hogy ez a legegyszerűbb imánk, hogy Amen. De az is egy nagyon egyszerű imánk igazából, hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké Amen. Szent Faustina nővér, aki 20. század egyik legnagyobb misztikusa volt, az isteni irgalmasság titkárnője, aki által az Úr egy hatalmas üzenetet bízott az egyházra. Szent Faustina nővér emberi tudása szerint talán éppen, hogy csak 2-3 osztályt elvégzett az iskolából, de mégis Isten kegyelméből hatalmas misztikus volt, és úgy tudom, hogy már megkapta az egyház doktori címet is, mert az, amit írt a naplója, arról tanúskodik, hogy nagyon mélyen beleláthatott Isten világába, a Szent Háromságba.
ajánlom mindenkinek jó szívvel olvasgatni a naplóját, Faustina nővér naplóját. Egyik visszaemlékezésében írja azt, hogy amikor kimondta egyszerűen ezt, hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, és amikor odaért, hogy a Szentléleknek, akkor már teljesen átélte a Szent Háromságnak a valóságát, és teljesen így önkívületi állapotba esett. Csak egyszerűen ezáltal. Ez persze nyilván megelőzte Isten kiválasztó kegyelme, ahogyan ő felé, az ő lelkéhez közeledött, és nyilván az a küldetés is, amit rábízott, valamiképpen magát, Istent is kötelezte, hogyha ilyen hatalmas küldetést bíz egy személyre, akkor nagyon közel kell emelni a saját szívéhez ezt az embert. Nyilván Istennek ilyen mély üzenetei, mint például ennek az isteni irgalmasságnak az üzenete, ez nem csak egyszerűen úgy lepottyan a kuka mellé egy könyvbe, és valaki fölveszi, mert éppen arra jár, és olvasgatni akarja azt, amit más félredobott. Tehát Isten nyilván nem így közli az ő hatalmas szeretetét valakivel, hanem fölemeli a szemét a saját szívéhöz, és közben átalakítja és átforrósítja a saját ismeretével, és miközben átalakul az ember, úgy válik ilyen mély imádkozóvá, hogy már egyszerűen csak ezáltal kimondja azt, hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, már ezáltal szinte belezuhan Isten szívének a közepébe. Kedves testvérem, igazából mindannyian hivatottak vagyunk arra, hogy a hittudomány legmélyebb ismerői legyünk. Nyilván nem mindenki hivatott arra, hogy genetika tanszék professzor vezető legyen, és ezáltal segítse a társadalmat, de mint makkorosztolt ember mindannyian hivatottak vagyunk arra, hogy a Szent Háromságnak legmélyebb ismerői legyünk. És hogy ne csak egyszerűen ilyen igénytelenül, pongyolán azt mondjuk, hogy hát egy Isten van, hiszünk egy Istenben, végül is mindenki ugyanabban az Istenben hisz. Annyira nem szeretem, amikor valaki így beszél. Ez valójában arról tanúskodik szerintem, hogy nem is szereti az Istent. Ez körülbelül olyan, mint hogyha én azt mondanám, hogy hát mindegy, hogy 4 nagyszülőm volt, vagy 5. Hát 4 nagyszülőm volt. Nem lehetett 5. 4. Vagy például valaki azt mondaná, hogy hát végül is mindegy, hogy hol születtem, meg hogy milyen anyanyelven van. Hát nem mindegy. Makon születtem, és magyarul beszélem. Nem mindegy, hogy a Szent Háromságról tudunk-e úgy beszélni, egyszerűen, de azt az egyszerűt és azt a kicsit, amit kimondhatunk, azt viszont biztosan, azt viszont átelmélködve, azt viszont valóban azzal az alázattal és erővel és biztonsággal, hogy ez a mi életünk, hogy a Szent Háromság a mi életünk, hogy a Szent Háromság az nem egy tőlünk elvonatkoztatott valami, ami foglalkozzon vele az, akinek ideje van. A Szent Háromság a mi életünk. És valójában mindenben a Szent Háromság röngye kívánja azt, hogy megtaláljuk az életünknek a röngyét. A Szent Háromság szereti a röndet, azt, hogy mindenben ő az Úr. Hogy az Atya valóban a mi Atyánk. Hogy a Fiú Isten valóban a mi testvérünk. Hogy a Szentlélek Isten valóban a mi megszentelőnk. És hogy ez a közösség, a Szent Háromság, ami örök életünk, ami örök üdvünk. Halljuk, az egyház hogyan fogalmazta meg ezt. A Szent Háromság egy.
tanítja a katekizmus. Mi nem három Istent vallunk, hanem egy Istent három személyben, egy lényegű háromságot. Az isteni személyek nem osztják meg egymás között az egyetlen istenséget, hanem mindegyik teljes egészében Isten. Az Atya egészében az, ami a Fiú egészében az, ami az Atya és a Fiú egészében az, ami a Szentlélek, azaz egyetlen Isten a természetet illetően. A három személy bármelyike az a valóság, tudnélik isteni szubstancia, eszencia, vagyis natúra. Az isteni személyek valóságosan különböznek egymástól. Tiszteljük és megvalljuk az egy Istent, nem úgy, mintha magányos lenne. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem egyszerűen az isteni lét módozatainak nevei, mert valóságosan különböznek egymástól. Az Atya nem ugyanaz, mint a Fiú, sem a Fiú nem ugyanaz, mint az Atya, sem a Szentlélek nem ugyanaz, mint az Atya vagy a Fiú. Eredési relációik által különböznek egymástól. Az Atya az, aki nemz, a Fiú az, aki születik, a Szentlélek az, aki származik. Az isteni egység háromság. A három isteni személy vonatkozásban van egymással. Az isteni személyek közötti valóságos különbség, mivel hogy ez nem osztja meg az isteni egységet, kizárólag azokban a vonatkozásokban van, amelyek az egyik személynek a másik kettőhöz való viszonyát adják. A személyek vonatkozást kifejező neveiben az Atya vonatkozásban van a Fiúval, a Fiú az Atyával, a Szentlélek mindkettővel. Amikor erről a három szeméről beszélünk, a vonatkozásokra vagyunk tekintettel, ugyanakkor egy természetben vagy lényekben hiszünk. Közöttük tehát minden egy, ahol a reláció szembenállása nincs jelen. Ezen egység folytán az Atya egészen a Fiúban és egészen a Szentlélekben van. A Fiú egészen az Atyában és egészen a Szentlélekben van. A Szentlélek egészen az Atyában és egészen a Fiúban van. Kedves testvérem, csodálatos, hogy arra vagyunk hivatottak, hogy Istent imádjuk, mint Atyát, hogy Istent barátunkká fogadjuk, mint Jézust, hogy Istent magunkban lakozónak ismerjük föl, mint a Szent Lelket, és hogy a Szent Háromságban éljünk. A Szent Háromság nem egy tőlünk független valami, amiről igazából nem is érdemes túl sokat gondolkodni, mert csak belefájdul a fejünk. A Szent Háromság azt akarja, hogy szeressük az ő titokzatos rendjét, hogy kutassuk az ő titokzatos rendjét. És ami még magával ragadott ebben az előadásában ennek a professzornak, hogy folyton arról beszélt, hogy ő mennyire kutatja az ő tudományának a területét. Olyan izgalmasan beszélt a fonál féregről, hogy kedvet kaptam hozzá, hogy kutassam a fonál férgeket. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy sokkal nagyobb kedvet kell nekünk kapni ahhoz, hogy kutassuk a Szent Háromságot, mint amennyire nagy kedvet kapott ő ahhoz, hogy kutassa a természetnek ezt a szépségét, és hogy nyilván a tudása által segítse, közvetetten, de segítse a mi életünket is. Nagyon nagy segítséget tudunk adni ennek a világnak, hogyha szeretettel és alázattal újra és újra átelmélködve gondolunk a Szent Háromságra, hogy ki nekem az Atya, hogy ki nekem a Fiú, hogy ki nekem a Szentlélek, és újra egyszerűen visszatérni ahhoz, hogy imában, hitvallásként kimondjam azt, hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Amen. Valljuk meg hitünket.